Molnár Péter és Péter Géza bátaszéki önkormányzati képviselők a június 9-i választásokat követően lemondtak mandátumukról. Helyükre a 2019-es választások eredményei alapján kért fel a város képviselőket, így került be a testületbe Böröc Saba és Pap Tamás. Pap Tamás a Mi Hazánk mozgalom Tolna vármegyei elnöke volt, illetve a vármegyei közgyűlésbe is bejutott. Nemrég azonban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Két jelölt vállalta. Ők le is tették az esküt, de sajnálatos módon az egyik jelölt ezt követően elhalálozott. Így az hátralévő időszakra szeptember 30-áig a képviselőtestület már csak 8 fővel fogja folytatni a munkát. Ugye az elmúlt időszakban is már történtek ülések, hiszen ülésterv szerint még ennek a képviselőtestületnek feladatai vannak. Hoztunk döntéseket, rendkívüli testületülés is volt, hiszen dönteni kellett a Marketing Kft. Ügyvezetői feladatainak ideiglenes ellátásáról, a pályázatnak a kiírásáról, és terveink szerint még szeptember 30-áig egy rendkívüli testületülés keretében fog ülésezni a testület. Az új képviselőtestület a tervek szerint október 2-án alakul majd meg, 7 független és 2 kormánypárti politikussal. A képviselőtestület alakulását követően októberben lehető leggyorsabban már ülésezni is fog, hiszen elő kell készítsük a következő 5 éves ciklusnak a programját. Több alkalommal fogunk abban egyeztetni, hogy azokból az elképzelésekből, amik a választási kampány során is elhangzottak, azokból az elképzelésekből mik tudnak bekerülni majd a következő tesztendő megvalósítandó feladatai közé. A testületnek ki kell alakítani az önkormányzat szervezetét, a bizottsági működési struktúrát, és fel kell készülnie a 2025-ös költségvetési év végrehajtására, így az idei esztendő vége is mozgalmasnak ígérkezik.